Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Jóhas István vagyok a Tírtől, és az elkövetkező nagyjából 15 percben bemutatok nektek egy pár olyan dolgot, ami a Flutter alkalmazások UI alatti részeiben találkozhattok. Úgyhogy kezdjünk is bele. Egy kis felvezetésként, ha belegondolunk, hogy a Flutter alkalmazások Flutter 3 megjelenése óta, amiről Csongor az előbb beszélt nektek, milyen platformokon tudnak futni, akkor ezt a listát hát elég bőre engedhetjük most már. A Flutter alkalmazások tudnak ugye az eredeti Android és iOS platformok mellett stabilan weben és most már nem régóta desktopon is futni. Úgyhogy hát viszonylag fontos, hogy az alkalmazásunkat, ami egy darab kódbázisból áll majd, azt jól írjuk meg, gondoljunk egy csomó mindenre, hogyha szeretnénk az alkalmazásainkat karbantarthatónak építeni és hosszú távon fenntartani. Mivel ugye ennyi platformot tudunk egyszerre támogatni egy kódbázisból, ezért érdemes foglalkozni ezekkel a felsorolásban látható dolgokkal. Ugye Flutter appben építünk UI-t, építünk UI állapotkezelést, network kommunikációt fogunk folytatni, perszisztens adattárolással fogunk foglalkozni, egy alkalmazáson belül tudunk foglalkozni a UI-unk accessibility-ével, nem kell külön platform-specifikusan gondolkodnunk ezen, és még fontos nyilván, hogy egy darab kódbázis is fogunk tesztelni egyféleképpen, és ez nagyon sok erőforrást meg tud majd spórolni nekünk. Ami a lényeg, hogy egy kódbázisból fogunk építeni több platformra alkalmazást, és ezek nagyjából ugyanúgy is fognak viselkedni, ahogy azt az egy kódbázisban leírjuk. És akkor itt jön a lényegi rész, hogy alapvetően gondolhatunk a Flutterre első látásra úgy, mint egy UI keretrendszer, amivel olyan szép alkalmazásokat tudunk írni több platformra, anélkül, hogy tudnánk ugye a natív UI keretrendszert használni. Na de a Flutter alkalmazások igazából nem csak a UI-ból állnak, hogyha tényleg ezt az egész alkalmazás rendszert, amit utána karban akarunk tartani, jól akarjuk felépíteni, karbantarthatónak akarjuk építeni, akkor azért több mindennel is kell foglalkoznunk. És hát itt jön be az a fogalom, hogy akkor egy szép architektúrát kell felépítenünk a UI alá, ami fog működni az összes platformon. És hát akkor csapjunk is ebbe bele, ugyanis a következő témánk az igazából a lényeg, hogy a UI alatt ott van egy egész architektúra, és az alkalmazások architektúrája Flutterben leginkább az alkalmazásnak az állapotkezelése köré épít. És akkor az állapotkezeléssel kapcsolatban be is szeretnék mutatni nektek három egyrészt módszertant, másrészt library-t hozzájuk, amiket Flutteres fejlesztéskor fel tudunk használni. Az első és egyébként a leginkább elterjedt az a block nevű architektúra, ami egyébként a business logic komponentnek a rövidítése, és nagyjából analóg a androidos világból a view modellel, iOS-es világban a view controllerrel, stb. Itt egy mobilos kis árnyalatot láthatunk a Flutterből, mivel több platformra építünk, és több platformfejlesztői álltak át Flutterre, ezért érződik ez a hatás, hogy az egyes platformokból a legjobb dolgok át tudnak jönni Flutter fejlesztésbe is. Szóval, hogyha esetleg mobilos fejjel állunk neki a Flutter fejlesztésnek, akkor ez a unidirectional data flow vonal, ez erősen tetten érhető itt a state kezelésben. És hogyha megnézzük, akkor itt arról van szó, hogy a UI-ból eseményeket közvetítünk a block fele, ami, mint ugye mondtam, egy view model vagy view controller. A block ennek az eventnek megfelelően átszól az üzleti logikához, az üzleti logika végez valami számítást, az eredményét visszaküldi a blocknak. Ugye ez általában aszinkron módon történik, hogy ne blokkoljuk a UI-t, és a block pedig ez alapján a kapott adat alapján és az event alapján kiszámítja az új állapotot, és az új UI állapotot pedig továbbítja a UI-nak. Erre megvan a megfelelő library, a pub.dev-en, ami egyébként a Flutternek az úgymond library adatbázisa, ahonnan ugye letölthetünk library-ket. Úgyhogy itt megvan a saját implementáció, azt felhasználhatjuk, és akkor egy nagyjából ilyen architektúrával tudunk dolgozni. A következő, amit be fogok nektek mutatni gyorsan, az a MobX, ami viszont ugye webes fejlesztőként ismerős lehet, bár nem a legelterjedtebb webes állapotkezelési architektúra. Itt arról van szó, hogy minden screen, már mennyire weben, ugye screennek lehet nevezni az egyes oldalakat, mondhatjuk inkább page-nek. Szóval minden page-nek megvan a saját állapottárolója, saját state-je,
és ezeket tudja a UI megfigyelni. Ugye itt látszik is az architektúra ábrán, hogy ezek lesznek az observable-ök, gyakorlatilag az állapotot szolgáltató komponensek. A UI-on action-öket tudunk végrehajtani, az action-ök frissítik a state-et, a state alapján pedig ugye frissülni fog a UI. Itt már is tetten érhető, ez is egy reaktív architektúra, reaktív állapotkezelés, egyébként a blokknál is erről van szó. Illetve, hogyha az observable-ok bármilyen mellékhatást akarnak kifejteni, akkor reaction-ök fognak lefutni. Ez ugye a MobX-nek a saját terminológiája. Itt annyiról van szó, hogy háttérben futó műveletek tudnak lefutni, amikor ezeknek az eredménye visszajön, akkor ezek action-ökként jönnek vissza, és ugye ebből ugye bezárul a kör, az observable-öket értesítjük, és azok pedig értesítik a UI-t. Ugye ez már, ahogy mondtam, ez egy webes vonatkozása a Flutternek, erre is megvan a megfelelő flutteres osztályokat tartalmazó package, nézzétek meg nyugodtan, egyébként az ábra is erről az oldalról van. Ami viszont szintén egy webes vonatkozása a flutteres állapotkezelő architektúráknak, az a Redux, ami azért lényegesen elterjedtebb webes fejlesztésben. Hasonló dologról van szó, mint a MobX esetén, viszont itt az állapot tárolásra csak egy darab állapot tárolónk van, ezt store-nak hívjuk Reduxban, és ez a globális állapota az alkalmazásnak, és hogyha valamilyen nézet ebből szeretne úgymond felépülni, vagy értesülni arról, hogy állapotváltozás van, akkor úgynevezett reducer komponensek állítják elő a teljes nagy alkalmazás állapotból azokat a részállapotokat, azokat az állapot részhalmazokat, amik a megfelelő view-nak kellenek. Ezt state-ként átadják a UI-nak, a UI-n ugyanúgy, mint az előző architektúrák esetén eventek történhetnek, az eventeket dispatcheljük vissza a store-ba, a store-ban ugye ennek az előző állapottól függően és az aktuális eventtől függően pedig létrejön a következő állapot. Ugye megint csak szintén webes frontendből érkező dologról beszélünk, érződik a hatás Flutterben, és ennek is megvannak a megfelelő flutteres implementációja, amit pub.dev-en el tudtok érni, és a dokumentációját is el tudjátok ott olvasni. Természetesen vannak mások is, viszont ezek a legelterjedtebbek gyakorlatilag, illetve most csak ennyi időnk van ezeket bemutatni. További része még flutteres alkalmazásoknak, hogyha a state handlinggel megvagyunk, hogy valahogy az üzleti logikához kapcsolódó dolgokat meg tudjuk valósítani, és ugye alatta az adatforrásokat is. És akkor ehhez bemutatnék majd egy pár library-t, egy pár ilyen általános use case-hez. Ugye jellemzően a mai modern alkalmazásokban nem elhagyhatók a network hívások, hogy valamilyen szerverrel, valamilyen backend-del tudjunk kommunikálni. Hogyha akarjuk az alkalmazást offline is működtetni, akkor adatbázis kezeléssel kell foglalkoznunk. Mind a két előző esetnél előfordulhat, hogy JSON szerializálást kell végeznünk, objektumokat elmenteni JSON formátumban és vissza. Illetve, hogyha már architektúrákról beszéltünk, akkor a példa kedvéért egy pár dependency injection módszert is szeretnék nektek bemutatni a teljesség igénye nélkül. Network hívások eseténél kapunk a keretrendszertől semmi extra dolog hozzáadása nélkül egy HTTP nevű package-et. Itt gyakorlatilag az összes többi natív platformon megszokott alapszintű network kezeléssel kapcsolatos dolgokat megkapjuk multiplatform módon, és erre épít egyébként a többi networking library is. Első példának felhoznám a Dio-t, ami igazából egy ilyen egyszerűbb HTTP hívás leírásokat tesz lehetővé, és az erre épülő retrofitet, ami pedig az ehhez való boilerplate kódot képes nekünk legenerálni, hogy ezt nekünk kelljen megcsinálni, és itt egyébként tetten érhető némi mobilos vonatkozás, ugyanis a retrofit library-nek a neve az egyezik az androidos de facto networking library-nek a nevével. Ugye látszódik a mobilos hatás, illetve van még egy másik library, aminek egy kicsit más az API-ja, de szintén kódgenerálással állítja elő nekünk a networking clientünket, őt Chopper-nek hívják. Hogyha adatbázis kezelésről, persistens adattárolásról beszélünk, akkor a legegyszerűbb, de a HTTP-hez hasonlóan egy kicsit lábbal hajtós módszer a SQL Flight Library-nek a használata. Itt az egyéb platformoknak a leírása, az egyéb platformoknak az alapadatbázis kezelő framework-jeihez hasonló leírási módot tudunk használni, és
és akkor ugye erre, vagy ehhez hasonló módszerekre építenek további library-k, például a More, ami egy saját DSL-t ad SQLite lekérések fölé, illetve a Sunbust, hogy egy NoSQL példát is felhozzak a sok közül. NoSQL megoldások is vannak természetesen library-k formájában. Hogyha JSON szerializálásról akarunk beszélni, akkor gyakorlatilag first party támogatást kapunk hozzá kódgenerálással együtt. A Dart Convert az, ami a keretrendszert adja a JSON szerializáláshoz, és a JSON Annotation és JSON Serializable Package-ek pedig megvalósítják a tényleges logikát, amivel osztályokat JSON szerializálhatóvá tudunk tenni kódgenerálással. Dependency Injection témakörben pedig láthatunk egy provider nevű könyvtárat, ami egyébként az egyik legalapabb state kezelő könyvtár is, ezt nem soroltam fel, mivel annyira gyakorlatilag alapnak mondható az előzőekben. Viszont vele megoldható egy bizonyos szintű dependency injection is a widgetrivel. Aztán, hogyha tovább menjünk, van service locatorünk is természetesen, mert az is a legtöbb platformon azért elérhető, getitnek hívják, nála fel kell építenünk kézzel a megfelelő komponenseket, amiket el akarunk érni, és akkor a szokásos service locator patternnel tudjuk őket elérni. Illetve van egy sokkal jobban keretrendszernek tekinthető modular nevű package, ami pedig a navigációnkat is meghatározza, és ezáltal dependency-ket tud szkópolni az egyes page-ekhez. Ő már egy ilyen haladóbb dolog, viszont jobban át is szövi az alkalmazásunkat, hogyha belerakjuk. Ami miatt fontos volt, hogy megemlítsem ezeket a library-ket, az az, hogy láthatjuk, hogy azért már egy csomó mindent a Flutterben meg lehet csinálni, nem egy nagyon fiatal keretrendszerről beszélünk most már, a legtöbb dologhoz azért van valamilyen package, amivel meg tudjuk oldani a problémáinkat multiplatform módon. Az előbb bemutatott package-ek és architektúra library-knek a legfőbb vonatkozása, amiért pont őket mutattam be, hogy ők például olyan library-k, amik az összes támogatott platformon működnek. Hogyha PubDev-re felmentek és megnéztek library-ket, akkor ott láthatjátok majd, hogy minden library fejlesztő jelöli a saját library-jénél, hogy melyik platformot támogatja az egyébként Flutter által támogatott platformok közül. És akkor igazából ezzel körbe is értünk. Ugye láttunk architektúra részekből példákat, hogy hogyan lehet felépíteni az alkalmazásunkat a UI és widgetek alatt. Hogyha további tapasztalatot szeretnétek szerezni, vagy el szeretnétek indulni a Flutter fejlesztésben, akkor vannak first party Google kódlebek, amivel el tudtok indulni. Külön kódleb van számva a webes fejlesztésre is, úgyhogy azt is meg tudjátok nézni, hogy ott milyen dolgokkal kell külön foglalkozni, hogy a webes targetre is szépen tudjon fordulni a kódunk, illetve belinkeltem nektek a három architektúra library-t, amivel el tudtok kezdeni nézelődni, hogy hogyan tudjátok felépíteni az alkalmazásotoknak a UI state kezelését. És végezetül egy rövid összefoglaló. Ahogy láttuk, a Flutter alkalmazások ahhoz, hogy hosszú távon karbantarthatóak legyenek, és szépen tudjunk velük foglalkozni, ahhoz nem csak a UI-jal kell foglalkoznunk, hanem az alattuk, a UI alatt lévő összes többi architektúra réteggel. Úgyhogy érdemes azért ebbe is belenézni, miután már az alapokkal tisztában vagytok Flutterben. Láthattuk, többször meg is említettem, hogy Flutter fejlesztésnél azért az összes megcélzott világból jönnek inputok, jönnek library-k, jönnek ötletek, úgyhogy hogyha esetleg nem is vagytok annyira képben mobilfejlesztéssel, vagy nem vagytok képben mobilfejlesztőként webfejlesztéssel, vagy desktop fejlesztéssel, akkor is simán felhasználhatjátok az eddigi tudásotokat, mivel Flutterben igazából bármelyik ötletre van egy implementáció, meg lehet oldani szépen. És ahogy hallhattátok is egy pár perccel ezelőtt, nagyon sok package van, amiben már a fejlesztők megcsinálták, hogy az összes megcélzott platformot el lehessen érni az adott library-vel, úgyhogy abból már egyre kevesebb probléma van, hogy valamelyik library valamelyik platformon nem tud működni, és ezért le kell cserélni a projektjeidekben.